Közel 100-an érkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből és Felvidékről a Kárpát-medencei fiatalok találkozójára a Nyíregyházi Szent Imre gimnáziumba. A rendezvényre a diákokon túl civil szervezetek, partner és testvérvárosok, illetve iskolák képviselői is meghívást kaptak. Fontos célunk, hogy a Magyarországon kívül élő, tehát határainkon kívül élő magyar fiatalok megismerjék az anyaországot, mi fiataljaink pedig tudomást szerezzenek arról, hogy hol és hogyan élnek magyarok. A nemzeti összetartozás jegyében szervezzük ezeket a programokat, illetve természetesen megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról is. A találkozón megemlékeztek a mostani esemény megszervezését és biztosító Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete és a Szent Imre Katolikus Alapítvány megalapításának 25. évfordulójáról is. A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete a Katolikus Szülők Országos Egyesületének felhívására alakult meg. Az elmúlt 25 év azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága az e fajta civil munkának. És hogy miért csatlakoztak a tagok? Azt gondolom azért, mert ezek az emberek úgy érezték, az életük teljességéhez hozzátartozik a civil kurázsuk. Kiállni közösségben kereszténységünkért, a magyarságunkért, azért, hogy a fiatal felnövekvő nemzedékek értékes törődést kapjanak. A találkozón átadták a Szent Imre díjakat is, melynek aranyfokozatát Nyíregyháza polgármestere is átvehette. Kovács Ferenc beszédében a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének és a Szent Imre Katolikus Alapítványnak az elmúlt 25 évben végzett, a város és a határon túli magyar emberekért végzett áldozatos munkáját emelte ki. Azt gondolom, hogy úgy érhették meg ezt önök, hogy ez nem munka, nem szervezés elsősorban, hanem egy küldetés, ami szolgálatból, szeretetből, hitből épül, és ennek keretében a keresztény nemzeti értékeinket, hagyományainkat úgy ápolja, adja tovább, hogy közösségeket épít. Ez nagyon, nagyon nagy dolog az én szememben, és azt is tudom, hogy ez nem csak az iskolán belül történik, hanem az iskola kerítésein is túl terjed, az egész városban érvényesül. A Kárpát-medencei fiatalok találkozójának résztvevői a kétnapos rendezvény során nem csak Nyíregyháza nevezetességeivel ismerkedhettek meg, hanem Gödöllőre is ellátogatnak, ahol koszorúzást is tartanak az 56-os forradalomra emlékezve.